Szedi még a litiumot? Lítium, próza. Mikor lesz vége? Most megpróbáljuk kicsit felrázni a szervezetét. Hogy is mondjam, adunk neki egy kis kezdőrugást. Inkább jól fejbe kéne rúgnia. Amin most keresztül megy, az nagyon fájdalmas, én ezt tudom. Ha szíven szúrnak valakit, az fájdalmas. De ez... Én nem érzek semmit. Semmit. Üres vagyok. Hogy lehet az, hogy a fiam köpenyben van, talán beteg? Remekül van. Papa, te depressziós vagy. Depressziós? Amikor annak idején megérkezett apám ide, összesen 17 cent volt a zsebében, de én soha nem hallottam panaszkodni. Mama. De hát mi a csodától lehet depressziós? Őt senki sem zárta be egy ócska elfekvőbe, és senki nem adta el az otthonát, amelyben élt. Anyuka, hiszen megegyeztünk, hogy eladjuk a házat. Én most szépen fölmegyek. Ugyan már csak vicceltem. Tegnap este ott voltam náluk vacsorán. Én nem tudtam elmenni. Azok a nyomorult kis kölykök. Igen, már szinte nincs is apjuk. Látnod kellett volna, milyen öltözékbe jött le az asztalhoz. Nem vagyok kíváncsi rá. Még mindig köpenyben volt, este 7 órakor. Olcsó jegyek. Nem lett volna szabad elkérni ennyit az egy mozi jegyért. Az unokaöcsém a lobotómiája után nézett ki, úgy, mint tegnap a fiam. Lívia. Üres tekintet, kifejezéstelen. Jobb is, hogy meghalt. Micsoda élete lett volna így. Ezt a saját anyja mondta. Kinyírlak, te mocsadék! Bazd meg! Te! Te!